Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a RimWorld Ice Sea Challenge következő epizódja is. És szépen rá fogok hangolódni most arra a mentalitásra, ami a kolóniánk körül kering, aljasul. Mivel Ben élet és halál között lebeg valahol az éterbe. Igaz, hogy már csak 38%-ban veszíti a vért, de rossz, nagyon rossz öntudata van. Alig tud mozogni, legyengült. És nagyon éhes, úgyhogy légy szíben, ezt fogyaszd el. És reménykedjetek benne, remélem mindenki eleget imádkozott. Én hiszek Benben. Higgyetek te is, ti is Benben. Meglátjuk, hogy a mostani rész az utolsó lesz-e ennek a gazdag felfedezőnek. Vagy pedig talán lesz még. Lesz még újabb hajnal. Itt meg fog élni ez a szegény ember. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz több gebasz az elején, és hogy talpra tud állni ez a szerencsétlen ember, és hogy jön végre valaki, aki esetlegesen ellássa ezeket a sérüléseket. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ma. Hölgyeim és uraim, itt van vége az Ice Sea Challenge-ünknek. Itt lett vége Bennek a történetének, ugyanis
Ugyanis szerencsétlen játékosunk, szerencsétlen felfedezőnk meghalt fertőzésben. A fertőzés pedig egy géppuska okozta. Én nagyon reméltem, hogy esetleg ezt is át tudjuk blitzelni, ugyanúgy, mint mondjuk egy megfázást, vagy mondjuk azt a vérzést, de a játéknak az egyik fő nehézsége ez. Hát, mit is mondja, próbáljam összegezni ezt az egészet, itt fekszik benn, és a fertőzése, az immunitásunk 85% volt. A fertőzés viszont sokkal gyorsabban ment felfele, mint az immunitásunk. A balkéznek is erős volt a fertőzése, viszont kevesebb találatot kapott, és hamarabb lettünk volna immunisak. De a törzs túlságosan sokat sérült. Az túlságosan sokat sérült, hogy túléljük ezt az egész kalandot. Hát, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok, és hogy szurkoltatok bennek, hogy túlélje ezt az egészet. Nem lehet visszatölteni a játékot, tehát még le se tudom csalni azt, hogy Ben életképes maradjon. Ez a kolónia egészen addig fog tartani, amíg kalózok ki nem posztják, illetve egy rövid zárlat miatt ki nem gyullad az egész, tehát teljes mértékben tönkre fog menni. Kizárólag néhány fém, néhány kőtömb lesz, ami arra fog utalni, hogy itt egyszer élt valaki, és itt egyszer dolgozott valaki. Megfelelő tapasztalatok a gazdagodtam én személy szerint, és a következő Ice Sea Challenge-et már sokkal, de sokkal megfontoltabban, és okosabban fogom elkezdeni, és csinálni úgy a folyamatokban. Természetesen szerencsének is óriási köze van, természetesen, hogyha van plusz egy ember, akkor még hogyha kókány módon el tudják látni egymást, akkor is el tudják látni. De a kihívásnak ez a lényege, hogy ne legyen könnyű, és Ben élt érkezésétől számítva 24 napot. Ez lesz a mérvadó. Amennyiben szeretnétek látni még hasonló részeket így az Ice Sea Challenge-el kapcsolatban, akkor azt mindenféleképpen a kommentekben jelezzétek, vagy hogyha nyitottak vagytok egy újabb kihívásra, azt is jelezzétek, de hogy ne legyetek nagyon elszomorodva, holnap egy újabb kihívással fogok érkezni nektek, ami szintén Rimworld-el lesz kapcsolatos, és úgy döntöttem, hogy ez a hét talán péntekig a Rimworld jegyében fog telni, úgyhogy hölgyeim és uraim, legyetek felkészülve, mert újabb kihívás elé állítom saját magamat, állítom a kolonistáimat, és meglátjuk, hogy valójában mit tudok kihozni ebből a játékból. Hogyha tetszett, amit láttatok, akkor dobjatok egy lájkot, természetesen nem bennek a halálára gondoltam, hanem úgy a sorozatra. Illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ez egy eléggé rövid rész volt, de ne legyetek elkerülve, ugyanúgy, mint minden alkalommal, találkozunk legközelebb is. Szevasztok! Neuroszimulációk, holojátékok és orgiák sose voltak elegendők számodra. Az igen! Neked több kellett a valós életkeménysége és következményei, ahogy azt történelem könyvben leírják. Tudni akartad, milyen az az igazi kihívás, milyenek az igazi kihívások és az igazi következmény. Most mi tízezres hibernációban töltött utazásod végén ezen az ismeretlen peremvilágon landolsz, igazi következmények vár. Ami kurva jó, hogy 10 évig le voltál fagyasztva, de azért egy jégkamrába meg is érkezel. Oké, csapjuk neki! Jégbe fagyottak! És mi legyen a kolóniának a neve? Fagykanibálok! És nem megy közülük vissza senki, az aktuális terület vezetője minket fog okolni az emberei halála miatt, és hoppá! Egy karuszkereskedővel egybekötött rajtöntés! Ki vagy te? Daruski karakter, piromán és nudista, bennünk pedig... Nem biztos, hogy most meg akartam állítani, de ezt nézzétek! Fogta ezt a kis húst, ami itt volt benn, és megette nyersen. Megkaptam a negatív módosítót, hogy nyerset ettem. Viszont kanibalizmusra kaptam plusz 20-at. Menjünk. Teher van a vállán, úgyhogy valószínűleg el tudjuk még kapni. Még van idő. Siess, gyorsan! Gyorsan!
Bevés. Rabasszó! Csodálatos! Egy szállítmánnyal lettünk gazdagabbak ezen a területen. Na lássuk, hogy mit kaptunk. Homokkőtömböt! Méghozzá 190 darabot tudunk építkezni! 12%, oké, hozd el a többit is. Kicsit megégettük magunkat, semmi baj, nincsen para. És még jó, hogy nem használtuk el a... újra csatlakoztatjuk. Ne! Hát, oké. Oké, 210 fok van. Bocs, haver, gyere csak ide. 210 fok van bent, és tökre ment a kutatólabor. Oké, semmi baj, menjünk ide. Ne. Tudtam, hogy nem kell játszani. Tudtam. Tudtam. Így, így, menj, menjenek, ne találjál, ne találjál. A Rimworld Isten meghallgatta imáimat. Mondom, hogy mikor. 19 napot vártam rá. Vegyes kereskedő. Végre. Nem érdekel, hogy fáradt vagy. Nem érdekel, hogy alvásidő van. Nem érdekel... Nincs is alvásidő. Törzs, bal vese, bal kéz. Hát ez nem annyira jó.